Vendégünk Herter Júlia, aki részt vesz az imént látott kiállításhoz tartozó keretprogramok szervezésében, és Lukács Levente táncművész, aki pedig fellépőként fog majd helytállni. Sziasztok! Sziasztok! Szia. Júlia, két másik momés hallgatóval, csoporttársaddal hoztátok létre ezeket a keretprogramokat. Egyáltalán hogyan láttatok neki a feladathoz, hogy mi volt itt a fő cél? Igazából German Kinga, a kiállítás kurátorának az egyik kurzusán kaptuk azt a lehetőséget, hogy részt vehessünk a kiállításnak a igazából bármilyen menedzsment feladatában. Nem volt megkötve, hogy mi a kommunikációban, keretprogramban vagy bármi másban vennénk részt, és két hallgatótársammal, Ködmön Petrával és Helly Simonettával összeálltunk hárman, és végignéztük a képeket, és azt gondoltuk, hogy nekünk ebben részt kell venni, és akkor egy ötletcsomagot vittünk a galéria számára, és így indult el a folyamat. Levente, te pedig táncművészként veszel részt ebben a programsorozatban. A Villany Leo formációval fogtok fellépni és egy produkciót előadni. Egyáltalán hogyan álltatok hozzá? Hiszen azért most az imént látott kiállítás, vagy hát az összefoglalóban láttuk a fotók többségét. Egyáltalán hogyan kell elképzelni ezt a produkciót majd? Igen, mi a Villany Leo improvizációs táncszínházban, ez már azt hiszem a 14. évad lesz, amikor improvizációval foglalkozunk különböző formákban, ezek lehetnek előadások, vagy kiállításokon való fellépések, forgatások, és az én személyes attitűdöm ehhez az, hogy dolgoztam már kiállításokon, beavató táncszínházi programot tartottam nézőknek, a képeken kerestem ilyen érzeteket, meg minőségeket, és azokat próbáltam a testembe ültetni, és most is hasonlóképpen fogunk elindulni, illetve egy lányjal, egy kolléganőmmel fogunk ketten improvizálni a sztorira reflektálva, és stációkat próbálunk majd megjeleníteni. Mit gondoltok egyébként a képekről? Én még sajnos személyesen nem láttam a kiállítást, viszont nagyon el szeretnék menni, de azért így az összefoglalóban tényleg nagyon sok képet láthattunk az imént. Mi a véleményetek róla? Vagy amikor először láttátok a képeket, és mondjuk megismertétek a háttértörténetet, hiszen az is nagyon erős, mi volt a véleményetek? Csak gyorsan, mert ez kicsit kapcsolódik az improvizációhoz, hogy azt tetszett nekem legjobban a koncepcióban, a képek koncepcióiban, hogy megpróbál megalkotni egy olyan valóságot magának az alkotó, ami a múltban sem létezett, tehát egy ilyen irreális valóságot, és valahogy ennek van köze az improvizációhoz, amikor egy táncos improvizál, akkor sokszor próbál megjeleníteni szituációkat vagy érzeteket magában, és azokat próbálja meg életre hívni, úgyhogy közben tudja, hogy nem egy igaz, nem egy őszinte reális dolog, de mégis megtörténik vele, és ez a párhuzam számomra nagyon izgalmas. Ha választanom kéne, akkor pedig a Sáról készült kép, ami a kedvencem. Júlia? Nekem az, ami igazán megfogott, hogy ha végignézem a képeket, akkor ezek mellett a helyek mellett és ezek mellett a tárgyak mellett én is elmentem már életemben biztosan egyszer. Akár egy ködös Dunapartra gondolok, akár a Sárra, hogy tudom, hogy nagypapámnak is volt egy ilyen sája és a ballonkabát, és mindegyik egy olyan mozzanat, egy olyan apró emlék, ami mindannyiunk életében ott van, csak lehet, hogy mi a hétköznapokban elmegyünk mellette, és ez egy nagyon jó fókusz, ami az elmúlást és az emlékek megőrzését bemutatja. A keretprogramban a kult szó az összművészet. Még milyen művészeti ágakat ismerhetünk majd meg? Például jövő héten kezdődik egy múzeumpedagógiai workshop sorozat, a Nyitott Világiskolának a végzős osztálya fog jönni. Ide olyan gyermekek járnak, akik a közoktatásból kiszorultak, és különböző tanulási zavarral rendelkeznek, és hát nekik a 8. osztály az is egy vízválasztó pont, ahol az identitásukat keresik, hogy hogyan menjenek tovább, és azt gondoltuk, hogy ezzel a kiállítással és ezzel a workshop sorozattal tudjuk őket ebben támogatni, valamint a műtárgyak éjszakájához is csatlakoztunk, ott German Kinga fog személyesen egy tárlatvezetést tartani. Igazából a célunk az, hogy tényleg minden korosztály számára tudjunk kapcsolódási pontot adni a kiállításhoz. És gondolom, hogy az összművészet találkozik egy ilyen nehéz egy-másfél év után, ez nektek nagyon-nagyon jól esik, nem? Hogy egy picit tudjátok erősíteni mindegyik művészeti ágat.
Igen, meg nagyon jó dolog, azt hiszem így egyszerűen fogalmazva, találkozni. És én azt tapasztalom, hogy bár trendi az, hogy különböző művészeti ágak találkozzanak, de mégis galériákban vagy kiállító terekben ez kevésbé jellemző Budapesten, és nagyon izgalmas, és ezért nagyon várjuk, hogy a tánc és a képzőművészet, ami egyébként szerintem egy nagyon hasonló dolog, az hogy tud egy ilyen formában találkozni majd. És biztos nagyon jó lesz az a találkozás. Nagyon szépen köszönöm, hogy mi is találkozhattunk, és meséltetek erről a keretprogramról. Köszönjük szépen!